térjünk át a hulladékmentes életformára, hiszen visszatérő vendégünk Tóth Andi van itt velünk, Zero Waste tanácsadó, háztartásom hulladék nélkül, és egy nagyon érdekes témához érkeztünk, amit szerintem így nincs is, nekem eszembe se jutott, hogy oké, hulladék nélküli háztartáshoz, hát a raktapaszok, sebtapaszok is hozzá tartoznak. Hogyan lehet kiváltani, hiszen hát az mi műanyag ugye a raktapasz? Igen, sziasztok! Hát azt előrevetíteném, hogy az egészségünk az mindennél fontosabb a hulladékmentességnél is. Tehát, hogyha olyan problémánk van, olyan egészségügyi problémánk van, amit mondjuk orvosi kezelés kell hozzá, vagy tehát egy komolyabb dolog, ott nem érdemes és nem szabad azon agyalni, hogy úristen, azt a kötszert, azt a raktapaszt, azt a gyógyszert, vagy akármit, hogy tudom kiváltani. Tehát van ennek egy szintje, ami fölé nem érdemes az egészségünk érdekében. Véres, fa levelet tegyünk rá. Így van, valahogy erre gondoltam én is, így van. Tehát azért, de vannak azért azok a otthoni, mindennapos, apróbb sérülések, amiket egész nyugodtan meg lehet oldani, ilyen házilagosan elkészített, sokkal egyszerűbb dolgokkal, mint egy olyan raktapaszt például, ami tele van műanyaggal minden szempontból, csomagolásától kezdve a maga a raktapaszig. De erre nagyon egyszerű megoldások vannak, hiszen a jól bevált leukoplaszt, az ugye mai napig kapható, ez a sima textilborítású raktapasz, és ebbe igaz, ebbe is van műanyag, de még mindig jóval kevesebb, mint egy dobozolt, csomagolt ilyen gyors raktapaszokban. És hát nálunk ugye az, hogy három gyerek van, és azt lehet, hogy ti is megtapasztaltátok, nálunk azért voltak ilyen raktapasz hullámok. Mániák. És akkor most akkor a piros pöttyöset vegyük, most a Batman-eset vegyük, most az... Hát aki mindig... ezt nem tapasztalta meg, annak nincs gyereke. Igen. De hát amikor a gyerek azért nyafog, hogy nem nagyítóval sem látható pöttyöt kell leragasztani az ujján, mert ott valami sérülés van, és most éppen a Superman-es raktapaszt szeretné, akkor ott el lehet gondolkodni azon, hogy vajon valóban szükségünk van erre, és nekem innen jött az első gondolatom, hogy lehetne valamilyen megoldást erre találni, és igazából a megoldás az volt, hogy pici textil csíkokkal helyettesítettük ezeket a raktapaszokat, és akkor mindig együtt felvágtuk, hogyha volt valami elszakadt póló, ilyesmi, akkor abból vágtunk csíkot. De én akkor is a Batman-eset akarom helyett? Az igazság, hogy mivel nem kaptak nagyon lehetőséget arra, hogy mondjuk a patikában válogassanak a sokféle raktapasz közül, ezért teljesen jól el lehetett fogadtatni velük, hogy na most akkor válaszd a sárgát, mert szépen süt a nap, vagy nem tudom, tehát valamivel mindig meg lehetett magyarázni. Nem volt így probléma. Hát a fiúknál ez még nem volt téma, de a lányomnál ott ez előjött témaként, és soha nem volt ez probléma, hogy ne lehessen megbeszélni vele. Úgyhogy mindig van otthon egy pár ilyen feldarabolt csíkunk, hogyha bármi kell, bármire de kell. De sebkötözésre igazából nem alkalmas ez a gyerekek. Így van, tehát ez így magában sebkötözésre nem alkalmas. Kielégítésére igen, alkalmas. Viszont hogyha veszünk patikában gézlapokat, akkor onnantól kezdve már akár kisebb sérülések kötözésére is teljesen jó, hiszen a gézlap az steril, vagy legalábbis mindenképpen tiszta, és akkor azt simán rá lehet kötözni ezekkel a kis textilekkel, hogyha... Hát rárakod a gézlapot, arra rárakod és akkor simán egyszerűen meg... Lássál, kérlek! Bibis, okay. Igen, nagyon fáj! Oké, okay, nagyon bibis, látom, bár szemüveg nincs rajtam, de elhiszem neked, hogy van rajta valami. Nagyon mély vágás van az ujjam. Ha nagyon mély, akkor inkább menjünk orvoshoz, azt javaslom. Ha annyira nem mély, akkor viszont ellátlak. De igazából lehet ilyen picikán. Igen. Tehát kerül rá egy gézlap, jó lesz a ruháthoz, mondjuk egyetlen, jó lesz, igen. És akkor szimplán átkötöm. Átkötöd, tehát hogy leukoplasztot ez így van. Ebben az esetben nem is feltétlenül aha. Kell, de lehet. Most kicsit bénára sikerül, de valahogy így kell elképzelni. Cuki. Na, cuki, igen. Igen. Nem csúszik le egy ilyen kis... Szorosra kell kötni, meg gondolom, igen. Ebben nem fogok kezet mosni. Igen, nem így van, tehát ez nem vízálló, ez arra nem jó. Ez arra jó, hogyha tényleg van egy kis sérülés, vagy elkezd vérezni az ujjunk egy kisebb vágástól, akkor arra lehet használni. Egyébként, amit én még nagyon szeretek, és azt az egész család nagyon kedveli, azok az otthon elkészített olyan kenceficék, amik sebgyógyító, hámosító hatásúak természetesen. Ebbe mit teszel, mert már csak 30 másodperc? Na, mit tettem bele? Felismered? A Dóra föl... Én nem tudom beazonosítani, Dóra szaglásbajnok. Hm? Igen, de ebben mi van? Méhviasz? Nem. Ez kókuszzsír alapú, kókuszolaj alapú, de körömvirág. Körömvirág. Igen, ez lett volna. És ugye a körömvirágnak nagyon erős
sebgyógyító, hámosító hatása van. Igen, ezt akartam mondani. És hogyha olyan a sérülés, akkor nagyon sokszor nem is ragaszgatjuk, meg nem kötözzük be, hanem leveheted nyugodtan az ujjadról. Így sajnálom magam közben, hogy úgy elvágtam az ujjat. Szóval sokszor csak bekenjük azt a pici sérülést, és akkor egy-két nap alatt helyre jön. Köszönjük szépen. Jönnek az illatok a konyhából, úgyhogy lassan megnézzük, hogy Cini úr mit főzött nekünk.